A Pannon Gazdasági Hálózat szervezésében a Professzió Fémipari és Szakképzési Klaszter együttműködésével 2014. december 9-én került megrendezésre az Osztrák Automotive Cluster Stéria képviselői és a Magyar Professzió Klaszter tagjai közötti B2B egyeztetés Grácsban. A rendezvény a két klaszter tagjai közötti tartalmas együttműködés elindítását, a beszállítói lánc kibővítését és az export tevékenység ösztönzését tűzte ki célul. A találkozón a köszöntőt követően elsőként az Automotive Cluster Stéria mutatkozott be prezentáció keretében, amelyből a résztvevők teljes képet kaptak a több mint 220 tagvállalkozást felsorakoztató osztrák autóipari klaszter volumenéről, a tagok tevékenységeiről, referenciáiról és együttműködési elképzeléseiről. A találkozó következő pontjaként Barta Balázs a Pannon Gazdasági Hálózat képviseletében ismertette a PBN által regionálisan végzett KKV fejlesztési tevékenység részleteit és a Professzió Cluster Management tevékenységeit, egyúttal a klaszter tagok kompetenciáit és elért eredményeit. A bemutatkozó részt követően kötetlen egyeztetés zajlott, amely során a résztvevő magyar vállalkozások személyesen is bemutatkozhattak és egyeztettek az osztrák Magnasteyer vállalat és az Automotive Cluster Stéria Cluster vezetőivel. A találkozó pozitív eredménnyel zárult, elkezdődnek az osztrák és magyar vállalkozások közötti konkrét egyeztetések a Pannon Gazdasági Hálózat támogatásával. A B2B egyeztetés után jó hangulatú rövid utazást követően a magyar résztvevők megérkeztek a Magnasteyer osztrák vállalat gráci telephelyére, ahol egy közel másfél órás üzemlátogatáson megismerték az egyes részlegekben folytatott munkát és a minőségi végtermékeket. A tanulmányút második állomása a szintén gráci székhelyű Siemens vállalat volt, melynek tevékenységét szintén megtekinthették a résztvevők. A gyártási folyamatok mellett a szakképzésre is kaptunk jó gyakorlatot.